Egymást érik a közlekedési balesetek térségünkben. Az őszbeköszöntével nagyobb óvatosságot és figyelmet kér az autósoktól a rendőrség. Az utóbbi hetekben több baleset is történt Kerecsendnél, köztük egy halálos kimenetelű, a 3-as számú főút és a 25-102-es számú mellékút kereszteződésénél. Hiába figyelmezteti a Kerecsend felől érkező autósokat, az állj elsőbbségadás kötelező tábla, mielőtt kihajtanának a 3-as útra, mégis sokan figyelmen kívül hagyják a felszólítást, nem néznek szét körültekintően, ezzel balesetveszélyes helyzetet teremtenek. Kiemelten veszélyes, hiszen gyakorlatilag álló pozícióból egy gyorsforgalmi út, tehát egy 90 km per órás sebességkorlátozású utat keresztez. Bár belátható a kereszteződés, sajnálatos módon mind a kettő baleseti ok abból eredeztethető, hogy az állj-elsőbbségadás kötelező táblánál nem álltak meg. Én azt ajánlanám mindenkinek, felhívnám a lakosság figyelmét, hogy mindenképp álljanak meg annak ellenére is, hogy jól belátható a kereszteződés, hiszen egyel több szétnézésből biztos, hogy nem lesz probléma, és másodperceken, tized-századezred másodperceken múlhat egy emberi élet. Javában tart az ősz, megváltoztak a közlekedési feltételek, csúszósak az utak, és korábban sötétedik. Ez mind-mind baleseti tényező a közlekedésben. Ilyenkor jobban oda kell figyelni az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt. Csapadékos az úttest, korlátozottabbak a látási viszonyok, ennél fogva azért a tempót, tehát a közlekedési sebességet is óvatosabban kell megváltoztatni. Az igazság, hogy jelenleg még mindig a baleseteknek a túlnyomó többsége a relatív gyors hajtásból ered. A 3-as számú főút mondhatni eléggé frekventált balesetügyileg. A rendőrség tanácsolja, hogy időben cseréltessék le az autósok a nyári gumikat télire. Habár nem kötelező a csere, mégis ajánlott a biztonságos közlekedésért. Kb. 5-6 Celsius fok alatt a nyári abroncs már nem tud annyira alkalmazkodni az úthoz. Nem megfelelő a menetbiztonság. Mindenképpen azt ajánlom, hogy amennyiben az napi átlag hőmérséklet 5-6 Celsius fok alá kerül, akkor téli gumit kell felszerelni. Az is kiemelendő, hogy nem csak az a lényeg, hogy egy téli abroncs kerüljön felszerelésre, hanem az, hogy az a téli abroncs új legyen, legalább 5-6 éves, illetve megfelelő profil mélysége is legyen. A 2017-es Látni és Látszani program a jó láthatóságot szolgálja. Az akcióhoz csatlakozott cégeknél díjmentesen megvizsgálják az autónak a világítás és fényjelző berendezéseit, illetve korrektáron ki is cserélik ezeket, hiszen ebben az időszakban kiemelten fontos, hogy megfelelő műszaki állapotú gépjárművel közlekedjünk, amelynek a világító és fényjelző berendezései működőképesek. Kriston Bálint hadnagy felhívta a figyelmet arra is, hogy a kötvényszórókat csak indokolt esetben használjuk. Ne vakítsuk el az előttünk haladót és a szembejövőket sem.